A Kassa melletti Hernád Szent Istvánon lépett pályára a szlovák másodosztályban szereplő Lokomotiva Košice ellen első felkészülési meccsén a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér vezetőedzőnek sérülések miatt több játékos is nélkülöznie kellett, így az elmúlt héten szerződtetett görög védő Theodoros Berios sem lépett pályára. Bemutatkozott viszont az új szerzemények közül a román kapus Mihály Minca és az ukrán hátvéd Pavlo Lukjancsuk. Az első félidő derekán Ilics harcolt ki büntetőt, amit Vári Barna váltott gólra, megszerezve a mérkőzés, mint később kiderült, egyetlen találatát. A második játék részben Kovács Réti közel járt a gólhoz, lövése azonban a felső lészről a vonal elé vágódott. Így maradt az 1-0-ás vendégsiker egy olyan meccsen, amely a tréner számára azért szolgált információkkal. Van több új játékosunk, és kíváncsi voltam arra, hogy ezek hogyan tudnak és milyen pozícióban tudnak jó teljesítményt nyújtani. A második félidő az jobb volt, hatékonyabban játszottunk a második félidőbe. Nyilván volt néhány csere, és egy másik rendszerben játszottunk, az nem igazán tetszett. Úgyhogy tehát pontosan ezért volt ez az edzőmérkőzés, mert látjuk azt, hogy esetleg itt hol lehet játszatni, és hol tud segíteni a csapatnak. A Kisvárda a héten két edzőmeccset is játszik, szerdán Diósgyőrben, szombaton pedig Debrecenben lépnek pályára Lukaszék. Mivel két edzőmérkőzést játszunk, így az edzések azok nyilván kevesebb számban jelennek majd, mint a múlt héten. Ma délután edzünk, holnap délelőtt után edzőmérkőzést játszunk. Van még néhány hiányzónk, vannak még sérültjeink, de páran már bekapcsolódnak a munkába, úgyhogy lesz vagy két-három plusz játékosunk, akiket tudunk használni a héten. Természetesen arra törekszünk, hogy minél hamarabb megtaláljuk azt a csapatot, amely majd a kezdő lesz a videóton elleni mérkőzésen. Meg fontosak ezek a mérkőzések, hogy a játékosok minél többet játszanak együtt, és minél jobban megismerjük egymást. A bajnokság július 21-én szombaton rajtol. A Kisvárda szeretné elcserélni a második fordulóban esedékes Honvéd elleni hazai meccs pályaválasztói jogát. Amennyiben ez sikerül, akkor a negyedik fordulóban augusztus 11-én a Ferencváros ellen mutatkozik be hazai közönség előtt az NB1-ben Kondás Elemér együttese.